A mai igét a János evangéliuma 7. részéből fogjuk olvasni, az első verstől a 13. versig, és az ige olvasás után Bognárné Erikát kérem szépen, hogy imádkozzon. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki: menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokaságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták: nem az, sőt félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Drága mennyei édesatyám, köszönöm, hogy itt lehetünk a te házadban, köszönjük, hogy a te igéd még ma is szól hozzánk, hogy megjobbítson, igazítson és utat mutasson arra, hogy a kegyelmedben hogyan járhatunk. Köszönöm az időt, hogy a te kegyelmi időd még nem telt el, de köszönöm azt is, hogy rengeteg feladattal bízol meg bennünket, és add, hogy ezeket a feladatokat be tudjuk tölteni. Készítsd a mi szívünket, készítsd a mi lábunkat, kezünket, hogy tettre készek lehessünk, és add, hogy soha, de soha ne forduljunk el tőled, hanem mindig rád figyelve, tőled elkérve az alkalmakat, az időt, a feladatot, meg tudjuk tenni azt, amit te tőlünk elvársz, hogy mindezt a te dicsőségedre tudjuk fordítani, atyám. Amen. Foglaljunk helyet, és a gyermekek elindulnak a foglalkozásaikra. Majd az úrvacsora alkalmával fognak csatlakozni újból a tanítóikkal együtt a gyülekezethez. Mind az interneten, mindezen a kis lapon megvan az aranymondás is, illetve minden programunk, úgyhogy bátorítalak benneteket, a kiáratoknál, bejáratnál lehetőség van arra, hogy magatokkal is vigyétek, beletegyétek a Bibliátokba, ez könyvjelzőként tud szolgálni azon a héten, én legalábbis így gyakorlom, hogy ezt használom könyvjelzőként a Bibliámban, hogy ahogy lapozgatom, ez is ott legyen mindig előttem, és emlékeztessen a gyülekezetre, Isten népére. János evangélium a 7. rész, amelyetnek az elejét most olvashattuk, azért megdöbbentő. Abból a szempontból, hogy Jézus Krisztus, a mi Úrunk, szolgálatát már elkezdte, tett már csodákat is, és ott van körülötte a családja, és úgy látszik, hogy nem értik őt. És vannak olyan elvárások felé, amit mi is érzünk, és sőt, ki szoktak mondani nekünk, hogy hívő ember, vagy egy keresztény ember, ilyen meg olyannak kellene, hogy legyen, ezt meg ezt kellene csinálni, és ebben biztos, hogy van sok igazság is. Mind ahogyan most Jézusnak mondja, hogy mit kellene nekik tenni, vagy neki tenni a testvérei szerint. Tele vagyunk ilyen elvárással az életünkben. Tele vagyunk olyan kijelentésekkel, emberekkel, akik elvárják, vagy el akarják várni, hogy megfeleljünk nekik, és bele is kerülhetünk ebbe a csapdába, hogy megfeleljünk, hogy mindenhol meg kell felelni. Azt is érezzük, hogy azért az teljesen nem megy, de valahol benne van a szívünk, hogy nem azért vagyunk, hogy hát mindenhol megfeleljük a lehető legjobban. Otthon is, a munkahelyünkön is, gyülekezetben, különböző közösségünkben, de
ez egy idő után ilyen folytogató elvárással tud lenni. Olyan, mintha az életterünket lecsökkenteni. Hol van akkor ott a szabadság, a szeretet és a békesség, ha ezt érezzük, hogy az elvárások lekorlátoznak, megfojtanak bennünket, nem tudunk kiteljesedni. Az igazság, amikor ezek az érzések előkerülnek bennünket, ez két dolog is lehet, vagy teljesen nem vagyok a helyemen, vagy az, hogy nem értettem meg még azt, hogy mit jelent Isten munkájába benne lenni, mire hívott el engem valójában. Jézus felé is megvoltak ezek az elvárások, sőt, néha nagyon keményen megfogalmazták ezeket, nem csak a testvérei, hanem azok a vezetők, akik annak idején voltak jelen körülötte. De azt látszik, hogy Jézust ezt, furcsa mondani, nem zavarta abban az értelemben, hogy nem akart ennek megfelelni. Nem gondolta azt, hogy ő azért jött el, hogy az emberek igényét kielégítse. Volt, amikor megtette, hiszen amikor valakit meggyógyított, akkor az egy valós emberi szükségre, igényre volt a választ. Nem olyan régen, múlt héten volt az 5000 ember megvendégelése, amikor éheztek az emberek, és enni adott nekik. Ez is benne volt az életében, de még csak nem is azért, mert feltétlenül akkor ott elvárták tőle. Úgy tűnik, mintha valami egészen más időzítéshez alkalmazkodott volna Jézus Krisztus, más elvárási menethez, ami néha találkozott az emberek elvárásában, de nem feltétlenül. És az látszik, hogy szabadnak látszott. Még akkor is, hogyha látszott az, hogy van egy elkötelezettsége, mindennél nagyobb elkötelezettsége a mennyei atya iránt, aki küldte őt, akihez tartozott, hogy az ő tervét, az ő akaratát becsütöltse. Az a helyzet, hogy ilyen nagyon alap dolgok, amik segítenek bennünket abban, hogy hogyan is kezeljük az elvárásokat, a véleményeket az Isten szerint. Talán a legelemibb dolog, hogy tisztában legyek avval, hogy ki is vagyok, és kinek élek. Ki vagyok, és kinek élek. Ez olyan egyszerű még kimondani is. Hát tudom a nevemet, Paróczi Zsolt vagyok, tudom a szüleimnek a nevét, tudom azt, hogy milyen feladataim, a családomat, a gyermekeimet, a feleségemet. Föl tudnám sorolni, hogy mi minden vesz körül engem, de meg kell értenünk, hogy az teremtésünkhöz, azzal, hogy Isten az ő képére teremtett bennünket, nagyon is hozzátartozik, hogy tisztába kell lenni azzal, hogy ki vagyok én, kihez tartozom. Ez azért is igaz, mert maga a mindenható, a teremtő is. Ez többször kinyilvánított. Amikor Mózessel találkozik, akkor erről beszél 2 Mózes 3.14-ben, hogy nem egy néven kell őt megszólítani, nem egy név jelzi az, hogy kicsoda ő, mert Mózes ezt szerette volna megkérdezni, hogy ki ez. Előtte mindig úgy ivatkoztak az Úrra, a mindenhatóra, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene, az atyák istene. De hogy valami nevet adjon. És azt mondja az Úr, hogy én a vagyok az élő, az örökké való, aki volt, van és lesz. Nem a nevem határoz meg, hanem a maga az, hogy ki vagyok valójában. Mint ahogyan bennünket sem a nevünk határoz meg, habár a nevünket mi tehetjük valamivé vagy semmivé, hanem az, hogy valójában ki lehetek. És Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy létünknek a valódi alapja, hogy tisztában legyek azzal, hogy ki vagyok, illetve fordítva is, hogy ki nem vagyok. A szolgálathoz, meg az Isten népének az életéhez ez szorosan hozzátartozik. Nem olyan régen találkoztunk Bemerítő Jánosnak a történetével, János evangéliumának az elején, az első részében. Ő is világosan elmondja, hogy ki ő, és ki nem ő. János evangélium első rész 20. versében arról beszél, hogy megvallotta, hogy én nem a Krisztus vagyok, hogy ki nem ő. Pedig emberi elvárások voltak ezzel kapcsolatban felé, hogyha olyat tesz, amit eddig mások nem, hogy hívja az embereket arra, hogy térjenek meg, és ezt egy kerességben, egy bemerítésben, egy vízbe való alámerülésben ezt fejezzék ki. Előtte ez nem volt benne a szokásba. Nem volt benne a vallásos életbe. Olyat hozott, amit máskor nem. Hát a Krisztushoz ilyent, a megváltó.
És azt mondja, én nem vagyok a Krisztus. Világosan tudja azt, hogy ki nem ő. De azt is, hogy kicsoda ő, ugyanennek a résznek a 23. versében elmondja, hogy én kiáltó hang vagyok a pusztában. Tudja azt, hogy mi az ő elhívása, mi az ő elhívási igéje, mit kapott az Istentől, és világos az számomra, hogy ezt kell betölteni. Ki ő és ki nem ő. Független attól, hogy az emberek mit vártak el tőle, vagy mit gondoltak róla. Bemerítő Jánosnak világosan kellett és akart is ahhoz igazodni, ő mondott rá igen, amire Isten elmondta. Nem olyan egyszerű mindig elfogadni azt, hogy ki is vagyok. Van önmagunkról is egy képünk, egy elképzelésünk. És amikor szembesülünk azzal, hogy Istennek is van egy elképzelés, egy álma, egy terve az életünk, akkor néha ez nem fedi egymást. A mi saját szabadságunk, elgondolásunk lehet, hogy éppen sokkal szűkebb, vagy másik irányba indul el, mint amit az Isten eltervezett velünk. Nézzünk bele egy ilyen beszélgetésben, amikor Isten egyik szolgája, Mózes vitatkozik, mondhatnánk így, az Úrral arról, hogy kicsoda is ő, meg hogy mire képes, vagy mire nem képes. Mózes második könyve 4. rész 10., 11. és 12. versében Mózes akkor azt mondta az Úrnak, kélek Uram, nem vagyok én a szavak embere. Korábban sem voltam, de azóta se lettem az, hogy szolgáddal beszélt, sőt, inkább nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Figyeljétek meg azt, hogy Mózesnek megvan önmagáról az, hogy ki ő, hogy mik a határai. Még nem csak azt mondta, hogy nem tud beszélni, hanem most, hogy veled beszélek, még most sem ered meg. De az Úr ezt mondta neki, ki adott száját az embernek? Ki tesz némáma, vagy süketté, látóvá, vagy vakká? Talán nem én az Úr. És akkor még most azért csak menj, majd én segítségedre leszek a beszédbe, és megtanítak arra, hogy mit beszélj. Ki mondja meg, hogy mire vagy alkalmas, vagy mire nem? Ki vagy te igazából? Még az sem mérvadó ezek szerint, hogy te mit gondolsz magadról. Azt, hogy mire vagy képes. Nem csak az, hogy mások mit gondolnak rólad, hanem hogy te mit látsz határaidnak. Mózes, bárki kérdezte volna, elmondta volna, hogy ő nem alkalmas arra, hogy emberek előtt beszéljen. Hogy tömegek előtt beszéljen, több ezer, tízezer, milliós tömeg előtt. Ő legyen majd a vezető. Ez volt önmagáról az elkezdés. Nem akart vezető lenni ilyen szempontból. Nem is tartotta magát erre képesnek. Sőt, hogy az Úrral beszélgetett, még akkor sem érezte, hogy ez változott volna. De Istennek mégis más volt a terve. Mózesnek meg kellett először a saját lelkét győzni arról, hogy Istennek van inkább igaza, mint önmagának. A saját magáról alkotott elképzelésének. Ki mondja meg, hogy te mire vagy alkalmas? Mások? Te magad arról, hogy mit tudsz elképzelni, hogy Isten mire tud használni? Nem inkább az, hogy az Isten mire tervezett, mire álmodott, mire fog tudni használni. Az ő ereje által. Isten nem azt mondta, hogy de azért Mózes, higgy magadba. Azért te többet tudsz csak, mint amit elképzelsz. Nem azt mondja, hogy én veled leszek. Nem egyedül leszel. Nem magadra számítsz. Amikor az a kérdés, ki vagyok, akkor egy kicsit rossz is a kérdés. Önmagamba Isten nélkül látni csak az életemet, az nem a teljes kép. Sőt, azt mondom, hogy valójában egy hazugság. Mert nem az igaz az, amivel teremtettem. Az Istennel együtt, vele együtt lehetek azzá, aki vagyok, vagy aki leszek. Hiszen az, hogy ki vagyok, az nem csak a földi életemre szól, hanem az örök életemre Istennel együtt. Nem olyan egyszerű volt Mózesnek ezt megérteni, nem csak elsőre, hanem másodszóra is. Aztán a végén nagyon megértette azt, hogy az Úrral együtt lehet valaki. Amikor Isten egyszer azt úgy tűnt, mintha elhagyná őket, azt mondta, hogy hát ha nem jössz velünk, ha nem vagy velünk, akkor nem érdemes sehova mennünk. Megtanulta a leckét. Hogy Istennel együtt az, aki. Nélküle nem érdemes. Lehet, csak nem érdemes. Egészen más leszek Istennel együtt, és egészen más nélküle. A Jézusban nyert új életem az egy különleges ajtót nyit meg számunkra, az Isten családjának az ajtaját, egy befogadást. Nagyon is úgy működik ez, hogy Jézus eljön hozzánk, kopogtat a szívünk ajtaján,
ha befogadjuk, ha az életünk legcsodálatosabb része lehet, utána mi is, amikor úgymond nála kopogtatunk, akkor családtagként fognak fogadni. Mert hát azok lettünk. Mert eljött közénk az Úr Jézus Krisztus. Jézusban egy új életet nyertünk, és János evangélium, vagy János első levele, harmadik rész, első két versét nézzük meg, ami elég erős kijelentés és bizonyság arról, hogy kik is vagyunk. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek bennünket, és azok is vagyunk. Nem leszünk, hanem azok vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. És a második vers még folytat, szerettei, most Isten gyermekei vagyunk. De még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóval leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Tehát még mindig nincs vége. Itt a földi életben az, hogy Isten gyermekei lettünk, ez nem a csúcs, nem a teljesség. Ez csak a kezdet, amit Isten elkezdett benned, Jézus Krisztus által, mert ennyire szeretett. Ezt akarja folytatni, ez már a jövőről szól. Amikor Isten együtt találod meg magadat, hogy ki vagy, az már a jövődről szól, az örök életedről szól. Amikor Isten nélkül keresed, az csak a földi életre szól. De Isten többre teremtett bennünket, nem csak erre a földi életre. Jézus is nagyon pontosan tudta azt, hogy kicsoda ő, és ez nem is olyan egyszerű mindig úgy megválaszolnunk, azzal együtt, hogy Istennel teljesedik ki. Jézus, amikor arról beszélt, hogy ki ő, akkor nagyon sok példát mondott erre. Én vagyok az élet kenyere. Például nem múlt héten ebben kapcsolatban olvastuk János evangélium 6. rész, 35. vers. És aztán sorra mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Én vagyok a jó pásztor. Világos számol, hogy ki ő, kivé lett neked, nekem. És itt van egy otthoni feladat most. Szeretnélek megbízni ebben veleteket, nem is házi feladatnak mondom, mert nem igaz, inkább a lelkednek a feladata. Hogy a következő napokban keresgéld meg, hogy Jézus, amikor arról beszél, hogy kicsoda ő, ezeket az igéket olvasd el, és aztán kérdezd meg az Úrtól, hogy mivel Jézus ott van veled, ott él az életedben, és ő tudja, hogy ki ő, te mit kaptál ebből? És ebben egy példa segít is, hiszen ha ő a világ világossága, akkor hogyan lesz az, hogy én leszek a világ világossága? Mármint Jézus Krisztus által. Mert erre még külön ki is jelentette ezt az Úr. Tehát hogyan működik, mit had? Tehát nézd meg ezeket az igéket, hogy kicsoda Jézus, kinek tartja magát, és azt, hogy a te életed, vagy te ki vagy, ebben mit jelent? Mit jelent az, hogy Jézus az élet kenyere, és mit jelent az, hogy te leszel az élet kenyere Jézus Krisztus által a környezetedbe? Hogy ő egy ajtó. Azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Mit jelent az életedben az, hogy te ajtó leszel Jézus Krisztus által? Nem tőle függetlenül, vele együtt. Ez egy feladat a lelkünknek a következő időszakra, és Istentől kérdezd meg. Ezt nem emberektől, hanem hogy a te életedben ez hogy lesz valóságá, áldássá, mert ezek már nem elvárások felé vezetnek bennünket, hanem azokból ki. Az emberi elvárásoktól elszakítanak, hogy hozzá kössenek bennünket az Istenhez. Mert sosem az emberek előtt kell majd megállnunk egyszer, hanem az Isten előtt. Aztán Jézus beszél az időbeosztásáról, itt konkrétan, amikor a testvérei számon kérik, ők fogalmazzák meg velük szemben az elvárásaikat, és azt mondja János evangélium a 7. rész 6. versében, amit olvastunk is, hogy nem jött el még az az idő, amikor ő menjen, azt mondja, nekem az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Persze nem is olyan egyszerű volt megérteni ezt, hiszen később mégiscsak elment az ünnepre, de nem jött el még a megfeszítésének az ideje, amiért eljött erre a földre. Nem az az idő volt. Jézus tudta, hogy miért nem megy még el, hiszen előtte 5000 embert megvendégelt, egyre nagyobb híre volt, nem akarta, és nem jött el az az idő, hogy most vonuljon be Jeruzsálembe. Eljött az az idő is majd. Most még titokban kellett mennie. De pontosan tudta, hogy ez még nem az az idő,
Annak ellenére, hogy azt mondja, hogy nektek minden idő alkalmas. Aki nem figyel az Istenre, nem az a lényeg, annak minden idő alkalmas lehet. Legalábbis, amit ő magáról úgy gondol. Emberileg sokkal több idő alkalmas, mint amit az Isten egyébként annak tart. Van olyan, ami pedig pont fordítva van. Hogy az Isten alkalmassá akar tenni minél több időt valamire, és én vagyok úgy, hogy hát ez most nem alkalmas. Ilyen például az, hogy megtérjek. Hogy az életemet odaszánjam teljesen. Kész tegyek arra, hogy ne csak ilyen félig meddig kövessem őt, vagy éljek egy kereszténynek látszó életet, vagy ahhoz hasonló életet, hanem teljesen odaszánjam magamat. Úgy, ahogyan ő tud engem átformálni. Nem ahogy emberek elvárják, hanem úgy, ahogyan az Isten kezében lehetek, éghetek. Erre alkalmas az idő. Mi nem vagyunk mindig alkalmasak rá. Aztán sok mindenre meg pont fordítva, mi szeretnénk bármit tenni, és Isten még mindig azt mondja, hogy még ne. Jézus pontosan tudta Isten időzítését és óráját, hogy mihez kell alkalmazkodni. Egyébként mindennek megszabott ideje van. Van egy ilyen megszabott idő. A Prédikátor könyve, ez nagyon sok mindent felsorol ebből, a Prédikátor könyve harmadik rész, csak egy pár verset olvasok bele. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, megvan az ideje a meghalásnak, megvan az ideje az ültetésnek, megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan ideje a gyógyításnak. Megvan ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan ideje a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Még folytatja így Isten igéje, de hogy értsük, vannak időzítések az életünkben, hogyha ezt látjuk és érezzük, akkor biztosak vagyunk, mert nekünk ott a helyünk ebben. Vagy pont fordítva, sodornak bennünket csak az események, és nem érezzük ezt az időzítést, hanem csak úgy, hogy úgy vagyunk. De ennél többre hívott el az Úr. Egyrészt arra is, hogy az időnket kihasználjuk arra, hogy élvezzük az életet. A Prédikátor könyve második rész 24. verse azt mondja, nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik és jól ér fáradtságos munkájából, de beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Vagyis, hogy igen, arra kaptam az időmet, hogy élvezzem az életet, de az Isten tenyeréből, ne rajta kívül. Tehát ne úgy, mintha nem az Istentől kaptam volna mindent, hanem tudjam azt, hogy azért adtam, hogy tudjak itt is boldogulni. Minden nyomorúság, bűn és nehézség ellenére is. Hogy örömöm is legyen. Azokban, amiket tőle kaptam. De nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet a lélek. Az Efézus levélben Pál ír erről, az Efézus levél 5. rész, 15., 16., 17. verse. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meg gondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Azt mondja, hogy a lélek által, Isten szent lelke segítségével az időt uralkodni kell, mint ahogyan az életünk, de az időn is, mert ha nem, akkor az idő fog uralkodni rajtad. Az idő elég olyan gonosz tud lenni velünk, hogy úgy elrepül, hogy csak na. És nem lehet visszafordítani a dolgokat. Megvannak az idők, hogy akkor azt ki kell használni. Az időn kell uralkodnom. Másképp meg pedig nem megy ez, mintha Isten segítségét kérem ehhez, hogy értsétek meg, hogy mi az Isten akarata. Ez a titka az időn való uralkodásnak. Mert ha azt teszem, ami az Isten akarata, akkor rendben van. Mármint az életem meg az idő múlása is. Ha nem azt, akkor az nagyon-nagyon visszaszáll a fejemre. És itt is egy másik ilyen lelki lecke, amit csak Istentől tudunk elkérni, hogy készíts el az Istentől kapott, elkért időbeosztásodat. Imádkozz ezért, hogy tényleg uraldd az időt Isten erejével és Isten segítségével. Nem azért, mert okosan beosztod. Meg lehet csinálni, az még nem uralkodás az időn. Nagyon sokszor elkészítjük a táblázatot, be van táblázva az egész napunk, és a végén úgy érezzük, hogy a programok uralkodnak rajtunk, és nem mi rajtunk. Pedig elkészítettük, jól beosztottuk a lehető legtökéletesebben. Mégis az az érzésünk, hogy valahogy fordítva van már minden.
hogy mi szolgáljuk az időt, vagy a programokat, minden mást, és valahol nem mi vagyunk ennek az urai, nem mi vagyunk, akik a kézben tartjuk ezt. És ennek megint csak az a kérdése, hogy az Isten együtt tervezele. De ha lehetőséged van, és miért ne lenne? Ott van veled Isten szent lelke. Akkor meg kérdezgesd erről is. Ne csak annyit kérjünk az Istentől, hogy Uram, áld meg azt, amit éppen teszek, hanem azt is, hogy vezess arra, taníts arra, mutasd meg, hogy mit tegyek, és hogyan osszam be azt a kevés időt, azt az időt, amit kaptam tőled. Olyan dolgokat fog előhozni az Isten, amit soha nem is gondoltál. Lehet, hogy nem is tanítottak rá. De lehet olyan, hogy azokat hozz előre, amire már tanítottak, csak nem volt füled rá, mert elengedted magad mellett és a gondolataid mellett. De az idődet kaptunk, nem végtelen. De mindenki kapott egy életet. Annyit, amennyit ebből itt a földön eltölthet. Ezt kell az Istennel együtt a legjobban kihasználnunk. Mind ahogyan Jézus ezt értette meg. Nem a leghosszabb ideig ért itt a földön. Olvassuk a Bibliának az elején, hogy 900 év fölött éltek emberek. Aztán később az Úr azt mondja, 120 év legyen határ, hát ennek is még messze, a közelében sem ért az Úr Jézus a 120 évnek. Földi értelemben még az életed delét sem érte el. Amire mi azt mondanánk, hogy tragédia, hiszen hát még nem is élt. Az az igazság, hogy teljes életet élt. Teljes életet. Pont úgy, ahogyan ott volt az Atya kezében. Mert ott látható, és mi már innen talán még jobban látjuk, hogy az élete nem csak a földi létről szólt, hanem az teljes örök életről. És most is itt van velünk. Bátran elmondta, hogy veletek leszek, veletek vagyok minden nap a világ végezetél, most is. Mert ő él és uralkodik. Nem ért véget az élete a testének a halálával. Ez a megfelelőségkényszer, ami ott van az életünkben, és elvárások sokasága próbálja beosztani, ezt nagyon-nagyon el tud bennünket sodorni, ténylegesen. És egyedül a hit köteleje az, amely hozzá tud kötözni, ott tud tartani bennünket az Isten közelébe, hogy megtehessük azt, hogy tényleg hit által osztjuk be az életünket, az életemet. János Evangélium 7. rész 3. versében azt mondja, menj el innen, eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványod és a tetteidet, amelyeket cselekszel. Ez volt az, amelyet úgy tűnt, hogy elvárják tőle. Hogy hát ha már csodákat tettél, elindultál az úton, akkor folytasd úgy, ahogyan el lehet gondolni. Miért nem értette meg Jézus a családja? Miért nem értette meg? Azt olvassuk, hogy nem hittek benne, még nem hittek benne igazából, mert később látjuk azt, hogy a testvérek közül, ha nem is tudjuk, hogy mindegyik, de nagyon sokan ott voltak utána az Úr gyülekezetében, és az édesanyja is. De ekkor nem hittek benne, még nem hittek benne. Ezért nem is értették meg, hogy miről beszél, mit akar, és ezen ne csodálkozzunk. Akármennyire is szeretnénk, nem fog mindenki érteni téged. Mert nem ennyire egyszerű az, hogy egyszerűen mondasz valamit, és akkor majd mások ezt elfogadják, megértik. Főleg nem akkor, amikor az Isten vezeti az életedet. Attól, hogy az Istenben vagy, hiszel, attól, hogy teljes szeretetre próbálsz törekedni, egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezt másoknak megfelelő lesz. Eljönnek az újabb és újabb elvárások az életükben. Mert igen, nagyon sokféle ember vesz körül bennünket. És az elvárások is. Vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak velünk, veled. Élik a saját kis életüket, még ha a környezetedben is vannak. Vannak azonban olyanok, akik kifejezetten rossz indulatúak, irigykednek, féltékenyek rád, akár a képességeid miatt, akár azért, ami vagy, még ha a legjobb vagy akkor is, Jézussal szemben is ezt láttuk. És vannak olyanok, akik kifejezetten kihasználni szeretnének. Lehet, hogy szép
éppen mosolyognak rád, vagy még próbálnak barátkozni is, de valójában nem te vagy a fontos, hanem azt, hogy használjanak téged, mint ahogyan Jézust is nagyon sokan egyszerűen csak ki szerették volna használni. A tudását, a lehetőségét, a csodáit, de tovább nem mentek. Hát gondolkozzunk el, hogy hány 10 000 ember élte meg azt, hogy ő rajta segített. Csak 5 000 volt, akit megvendégelt, utána 4 000, lehet, hogy volt átfedés közöttük, de nem biztos, hogy sok. Több 100 embert meggyógyított, vagy több 1000 embert meggyógyított. Tehát biztos, hogy 10 000 fölött van minden. És akkor a pünköstkor azt látjuk, hogy megtér 3 000 ember. Hol van a többi 10-15 000? Aki látta, átélte, hogy Jézus hogyan nyúlt bele az életébe. Enni adott neki a szinte semmiből. Nem olyan egyszerű ez, hogy majd hisznek nekünk. Még akkor sem, ha csodát teszel. Nem fog még akkor sem mindenki. Ez egy folyamat sokaknak az életé, mint ahogy a te életedben ugyanúgy egy folyamat. Még akkor is, hogyha egy hirtelen változáson mentesz keresztül, valakinek így, valakinek úgy, de az, hogy a hit elkezdett. És igen, valaki csak egyszerűen kihasznál. De vannak, akik hisznek benned, és értékelnek. Ilyen egyébként egy család is, az jó példa, mert az Úrtól van, hogy egy szülő hisz a gyermekében. Azért ad meg neki mindent. Az a jó, hogyha ez a hite nem csak a gyermekében lesz meg egy szülőnek, hanem az Istenben is, hogy az Istentől kapta, mert akkor helyére kerül ez is, és nem az lesz, hogy a gyermek lesz a középpontban, akár Isten helyett is. De amikor valaki hisz bennem és értékel, akkor igazán látja meg azt, hogy mit miért teszek, vagy legalább azért fogadja el. És egészen mások ezért azt, hogy milyen elvárásoknak feleljünk meg, vagy kell egyáltalán megfelelni. És azt látható, hogy Jézusnak ott volt a családja, tudta azt, hogy kötelezettsége van, akárhogy az édesanyjáról is gondoskodjon, még a keresztre feszítésekor is megtette ezt. De nem az volt a kérdés, hogy kik foglalkoznak vele, kik nem foglalkoznak, hanem az Isten mire bízta meg őt. A hite és a hited, az én hitem tud kimeníteni bennem engem, abból, hogy a megfelelési kényszer legyen Úr az életemben. Helyette a mindenható legyen az, aki beosztja az életemet. Van, amit amennyire lehet, egyszerűen titokban kell megtenned. Hogy ne rontsd le az Isten munkáját. Itt olvassuk Jézus Krisztusról a János Evangélium 7. rész 10. versében, hogy most még ilyen titokban ment föl az ünnepre, amennyire csak lehetett. Azt nem úgy van, hogy a titokban azért nem illik dolgokat csinálni. Akkor, hogyha valaki elől el akarok valamit rejteni, be akarom csapni, akkor igen. Az egy hazugság. De vannak dolgok, amiket egyszerűen a titok azt jelenti, hogy nem nyíltan és nem közszemrére téve kell megtennem, pont azért, mert akkor lesz az ereje meg. Ez ment meg sokszor attól engem, hogy ne dicsekvés legyen az, amit megteszek, hanem pont ellenkezőleg az Istennek adott hála. Én egyébként maga a legmélyebb imádkozásod. Ez nem másra tartozik. Ez az Istenre is rád. Ez az, amiből tudsz igazán táplálkozni. Nagyon fontos, amikor a gyülekezet együtt imádkozik, amikor testvérekkel tudunk együtt imádkozni, de annak más a jelentősége. Akkor az, hogy közöttünk ott van az Úr, hogy ő ad egy közösséget vele és egymással is. De a személyes kapcsolatod az imádságon, az az, ami a te titkod az Istennel. Persze igazából nem titok, mert az egész angyalsereg, az egész menny láthatja, de itt a földön nem az a látványos dolog. És tudnod kell azt, hogy nem mindent kell, hogy mások azonnal megtudjanak. Nem az a legerősebb bizonyság, hanem nagyon sokkal nagyobb bizonyság az, amikor azért teszel valamit, mert az Isten ezt mondta. Függetlenül, hogy mennyire látják, mennyire nyilvánvaló ez. Jézus ezt is pontosan tudta. Mikor, hogyan kellett ezt megtenni. Ehhez az időzíteni az életét. Mindig lesznek egyébként jó is, lesznek lesújtó vélemények rólad, és ez nagyon-nagyon tud bántani bennünket. Jézusról, az Urunkról, aki csak csodát tett előtte, csak jót tett, úgymond, a János Evangélium 7. rész 12. versében, a felolvasott igében ezt olvassuk, voltak, akik azt mondták róla, jó ember, mások viszont azt, hogy nem, az, sőt, félrevezeti népet.
Hát hogy lehet ilyet, hogy Jézusról azt mondták, hogy hát nem jó ember? Senkit nem bántott. Nem uralkodott senkin. Nem vett el senkitől semmit. De amikor a legtökéletesebben teszi valaki a dolgát, akkor is fogják azt mondani, hogy hát valami nincs rendben vele. Tehát ne legyen az az elvárás bennünk, hogy biztos, hogy mindenki értékelni fogja azt. Amit te a legjobb szándékból, Isten szeretetéből, Isten vezetésében fogsz megtenni. Mindig lesznek jó és téves vélemények is. Ezért annyira veszélyes emberek véleményére hallgatni. Jaj, azt mondták meg ez a vélemény, és mi az Isten véleménye? Ha ő neki lesújtó véleménye van, vagy ő azt mondja, hogy nem jó, amit teszel, akkor az nagyon fontos. Mert neki is van vélemény, nem feltétlenül ért mindig egyet azzal, amit teszünk, és nem mindig fogja helyeselni, és nem fogja azt mondani, hogy jó, jó van, jó és hű szolgám, ha nem azt csinálom éppen, amit kellene tennem, hanem a magam elképzelése szerint rendezem be az életemet. Ezért az a kérdés, hogy és akkor az Istennek mi a véleménye? De akkor is, amikor dicsérnek, ugyanez. Ha akkor nem jutok el addig, és az Istennek mi a véleménye, akkor nagyon könnyen csapdába fogok esni. Ugyanúgy, ne higgyük azt, hogy kisebb csapda. Amikor jót mondanak rólunk, az nem feltétlenül jó. Nem feltétlenül jó. Mert becsaphat, és nem csak, hogy önelégültséghez vezet, hanem egy téves képhez is önmagunkról. Ezért az, hogy ugyan és Istennek mi a véleménye rólam. Hogy sem az egyik, sem a másik oldal ne vigyen el rossz irányba. És egyébként az, hogy másoknak rossz vagy jó a véleménye rólunk, ez nem az ártajtót jelenti. Azt, hogy tovább kell mennünk, vagy nem tovább mennünk. Az igen, hogyha olyan testvéreid, akiket tudod, hogy Isten lelke vezet, azokkal beszélgetsz és imádkozol, és ha ők a szívedre helyeznek valamit, akkor nagyon vizsgáld meg az Isten előtt, hogy helyes, amit mondanak. Még akkor is egyébként lehet másképp érteni. Gondoljunk Pál apostolra, nagyon érdekes volt a helyzet, amikor utolsó, legalábbis tudásunk szerint, utolsó útjára ment Jeruzsálembe, mindenhol kijelentette a lélek proféták által a gyülekezetbe több folyaképpen, hogy fogsárvágra és elfogják, és elviszik majd, és meg is, tehát akár mártírhaláltal, és akkor figyelmeztetik, hogy ne tegye ezt, mert az Úr lelke ezt figyelmeztet. És Pál azt mondja, hogy nem ez az én utam, tudom, hogy ez vár rám. Tehát a testvérek figyelmeztetik, és mégis tudja azt, hogy mi az Úr útja, mert bizonyosság. Ugyanazt látja, ugyanazt hallja az Istentől, csak tudja azt, hogy mi van e mögött. Az Isten mit tervezett mindezzel. Mert hát egyébként mindenkit féltenénk, őt is féltették, és valamikor hallgatott is erre, hogy leeresztették éppen a várfalon egy kosárba, hogy elmeneküljön az elől, hogy megöljék, vagy megkövezzék. Máskor meg nem. Nagyon érdekes az, hogy pontosan érezte Pál apostol is ezt az időzítést. Tehát a zárt ajtó, meg a nyitott ajtó, az nem az emberektől van, hogy mi a véleményük, hanem az Isten tudja ezeket adni. Az Efézus levél 5. rész 15. verse segítenek, nem ítéljétek meg, tehát mi az, ami kedves az Úrnak. Ezt mondtuk el aranymondásként az elején. Ítéljétek meg. Hogyan? Úgyhogy Istentől kaptunk egy vezetést, az ő szent lelkét, kaptunk igét, üzenetet, ami segít ahhoz, hogy eligazodjunk, ez a kiindulási pontunk, és ez a kettő, és együtt a testvéreink segítségével segít ebben a megítélés. Mi az, ami kedves az Úrnak az életünkben? És ne elégedjünk meg kevesebbel, mint hogy azt éljük, ami kedves az Úrnak. Mert ő az ilyen nyitott ajtókat. Jelenések könyvében olvassuk, hogy Jézus a mennyből üzen a gyülekezetnek, és ebből nézzük meg a harmadik rész, Jelenések könyve a harmadik rész 7.-8. versét. A Filadelfiai gyülekezet angyalák írt meg, azt mondja, a Szent az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. A nyitott meg a zárt ajtókat az Isten tudja ezt megtenni. Csak elfelejts, a nyitott ajtón be kell még menni. Ez a hit lépése. Tehát Isten elkészített valamit Mózesnek, hogy kivezesse a népét Egyiptomból. Mózes úgy érzi, hogy ez az ajtó zárva van, hiszen ő nem alkalmas rá.
Istennek kell felnyitni a szemét, hogy de, én kinyitottam. Veled megyek, ezért leszel alkalmas, mert veled vagyok. És ez az ajtó kinyílt, indulni kell. Az életünkben ezt Isten tudja így elvégezni, hogy ez a nyitott ajtón, amit Isten kinyit, előtted azon el kell indulni, be kell menni. Függetlenül aztól, hogy alkalmasnak érzed magad, nem. Látod-e azt, hogy előre eltervezted dolgokat, vagy sem, hanem azért, mert az Isten tette meg ezt. Ezek azok az idők, amelyek neked adattak. Emberi elvárások és véleményekkel tele lesz az életünk. És nagyon megnehezíti a dolgunkat az, hogy ezek állandóan körbevesznek. De az Isten lelke is. És ebből csak azzal szabadulhatunk a folytogató elvárásokba, ha az Istenbe kapott szabadságot, a szeretet szabadságát megélhetem. Ahogyan Jézus Krisztus is megtette. És ezért nem tragédia Jézus halála, hogy meghalt a kereszten, emberileg az volt. Ezért lett győzelem, mert az Isten útján történt. Nem egy önmegvalósítás útján. Győzelem lett, amit emberileg tragédiaként éltek meg. Ezért lesz az élet egy győzelem. Istennel együtt, Jézus Krisztussal együtt, amikor őt követed. Függetlenül, hogy emberek mit látnak ebből, mi a véleményük róla, mit gondolnak ezzel kapcsolatban. Vezessen az Úr bennünket, töltse be az ő erejével az életünket, segítse beosztani ezt az időt, amit kaptunk tőle. Hogy felszabaduljunk arra, hogy vele együtt éljünk, és töltsük ne csak a földi életünket, hanem az örök életünket is. Amen.